Már a harmadik templom a reformátusoké magasodik Örökösföld színén. Alapkövét 2017-ben tették le, de megépítésének gondolata már az évezred elején felvetődött. A folyamat vasárnap ért a végére, aznap szenthették fel az épületet. Az istentisztelettel egybekötött ünnepségen az egyházkerület püspöke úgy fogalmazott, az új templom az emberi bizakodás csodaháza, amely segít a gonosz megfutamításában, és abban, hogy csökkenjen az Istentől való távolságunk. A templomban az Úristen ül mellénk. Még akkor is, hogyha egy fele barátot látunk magunk mellett, az Isten ül mellénk és megszólít, és ebben a közeledésben nem mindegy, hogy ez milyen térben történik. Ez egy puritán, de mégis művészi egyszerűségében is fölemelő épületegyüttes. Úgy van megkomponálva, hogy az ige legyen a középpontban, ahonnan az Isten igéje megszólal, és megszólít bennünket. Azt gondolom, hogy öröm belépni, és hívogatunk is sokakat, hogy nézzék meg, és éljék át ezt az Isten közeli élményt. A püspök hozzátette, a szívünkben kell folytatódnia annak a folyamatnak, ami a templomban elkezdődik, hiszen a testünk is templom, a Szentléleké. Az ünnepségen az egyházi mellett a vidági életvezetői közül is többen részt vettek. A város polgármestere beszédében azt emelte ki, hogy Nyíregyházán folyamatosan erősödnek a történelmi egyházak. Ez az erősödés, ez nem csak a hitéletet erősíti, hanem a református egyháznak és a történelmi egyházaknak azt a hitéleten túli közösségi tevékenységét, amire azt gondolom a mostani időkben egyre nagyobb szükségünk van. Jelenti ez az oktatás, a nevelés, a szociális gondoskodás területén végzett munkájukat. Szeretném is itt megköszönni mindazoknak, akik ezt egyénileg vagy közösségben is végzik. A pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a keresztény kultúra erőforrás, amely alapja szabadságunknak és megújulásunk forrása is egyben. Noha nyugaton ellenkező trend látszik, nálunk továbbra is sok templom épül, ennek pedig most is ideje van, fogalmazott a politikus. Hozzátéve az egyházak természetes szövetségesei a kormánynak, ezért segítik őket, ahogy ők is segítenek például a közösségépítésben. A közösség az, ami éltet és ami a lényeg. Vajon megelőzi-e az építkezéseket a lelki templom építése a főhelyre tett szeglekkővel? Épülnek-e az élőkövek templomai? Az elkötelezett hívőkből álló, szerető és megtartó közösségek? Kérdezi egy neves építészünk. Tisztelt ünneplő gyülekezet, megnyugvással láthatjuk, hogy a Kárpát-medencében, Magyarországon és itt Nyíregyházán is épülnek ezek a megtartó közösségek. Az új templom mintegy 700 millió forintból épült meg, amelyhez az állam mellett sokan hozzájárultak. A támogatók adományait egy a város református templomait ábrázoló festménnyel köszönték meg. Az épület együttes az istentiszteletek mellett egyébként a keresztény élet számos területének biztosít teret, hiszen a templom és a parókia mellett nagy zöld felület és egy közösségi ház is a részét képezi. Az ünnepségen bejelentették, 2021. január 1-től nem csak templomuk, de saját egyházközségük is lesz az örökösföldi reformátusoknak, akik eddig a Hunyadi iskolában tartották istentiszteleteiket.